Városi megemlékezés az 1944. november 3-ai hajdunánás közösségét érintő tragédiára, az elhurcoltak kegyeleti emléknapján. Idén is versenyeztek a legszebb konyhakertek városunkban. Korszerű kültéri kézilabdapályát adtak át a református általános iskola és óvoda udvarán. A tűzmegelőzési feladatokra és az élet védelmére fókuszál a katasztrófavédelem országos kampánya. Hazatért a Kenderes kertbe az a 130 szürke marha, akik a nyarat a tiszacsegei legelőkön töltötték. Pályaválasztási nyílt nap a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban. Ismét nagy sikert aratott a Schlager Express csoport dalestje. Borbély Lajos nevelőt tisztelekbe kézilabdáztak fiatalok és idősebbek egyaránt a Somorjai László városi sportcsarnokban a hétvégén. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. ...1944 óta fekete keretes nap november 3-a a város és sok-sok hajdunánási család történelmében. Ma már ismert tény, ezen a napon több száz hajdunánási család férfi tagját hurcolta el a megszálló szovjet vörös hadsereg, ahogy akkor mondták, csak egy kis munkára, vagyis Málenki robotra. Közülük 274-en sohasem tértek vissza. Erre a közös sors tragédiára emlékezik városunk immáron 15 éve a hivatalos városi gyásznapon, az elhurcoltak kegyeleti emléknapján. Esti leszálló szürkületben zajlik immár másfél évtizede minden november 3-án a városi gyásznap, a hajdunánási elhurcoltak kegyeleti emléknapja. Idén a megemlékezést a Református Egyházközség kórusának éneke nyitotta meg. A szép folyóvíz mind az Alpban, az ő szép tiszta folyásában, az Istennek szent városa. Nagy úr az idő. Ma már egyre kevesebben vannak, akiknek még lehet némi személyes emléke arról a bizonyos 74 évvel ezelőtti novemberi éjszakáról. Arról, amikor a megszálló, akkor úgy mondták, felszabadító vörös hadsereg katonái több százezer civil férfit szedtek össze országszerte pótolni a hadifogoly létszámot. Hajdunánásról is sok száz férfit hurcoltak el, közülük 274 soha nem tért vissza. A Málenki robot áldozataira és családjaikra emlékezett beszédében Papp Gáborné önkormányzati képviselő. Fejünket kegyelettel meghajtva emlékezni jöttünk erre a helyre. Emlékezni 1944. november 3-a éjjelére és 44. november 4-e hajnalára, amikor sok-sok hajdunánási család már hiába várta haza szerettét. Emlékezni. Évtizedeken át olyan mértékű volt a történelem hamisítás, úgy nőtt fel több generáció, hogy az ismert és nyilvánvaló tényeket halálos bűn volt kimondani. Úgy nőttek fel gyermekek, hogy amikor az apjuk felől érdeklődtek, mindig csendre intették őket. Neked nincs apád, mondta az édesanya, hogy lezárja a kérdezések sorát. Málenki robot néven rögzült a magyar nyelvben a Szovjetunió körülbelül 7000 lágerében végzett kényszermunka. Csak a 90-es évektől kapott nyilvánosságot a téma, mert a kommunizmus idején tabu volt. Hallgatásra kényszerült a nemzet. Nem mondhattuk el, hogy azon az éjszakán közel 1000 hajdunánási férfit, fiút, apát rángattak ki otthonából, ártatlan embereket hurcoltak el kényszermunkára. Már a közismert tény, hogy a szovjet hadvezetés, amennyiben keveselte a fogságba esettek számát, a civil lakosság soraiból egészítette ki.
Hajdúnánás tragédiája a bolsevik diktatúra embertelenségének a bizonyítéka. Városunk lakói számára a 20. század máig fel nem dolgozott tragédiája. Arról a napról, mint hallhattuk, sokáig nem beszéltek. A félelem, a hallgatás szigora zárta a szájakat. A jeget majd csak az 1990-es évek törték meg, amikor a kevés túlélők egyike, Hados Ferenc közzétette visszaemlékezését, hol Sírjaik domborulnak című kötetében. Hados Ferencet a gondviselés küldte haza hírmondónak. Csak úgy, mint azt a néhány hajdunánási férfit, akik bizony évekig nem mertek beszélni. Majd lassan engedett a szájzár, kezdett felszínre kerülni az 1944. november 3-án kezdődő tragikus történet. 1990-től már voltak megemlékezések, majd 2003-ban fogalmazódott meg az a gondolat, hogy legyen városi emléknap november 3-a. Pap Gáborné emlékező beszédében többek között kitért a II. Világháború borzalmaira, majd arra, mit is adott a magyar nemzet többségének a felszabadító Vörös Hadsereg által hozott béke. Sokak számára nem a béke, a szabadság, hanem a szülőföldjükről való elüzetés és elhurcolás, a kényszermunka, a rabság, a megalázottság időszaka következett. A front átvonulásával az ország egész területéről szedték össze a civileket és vitték őket fogságba. Emlékeznünk kell. Ismerni kell múltunkat, gyökereinket, hiszen ahogyan a fa is a gyökereiből táplálkozik, és annak erősségétől függ, hogyan állja az élet harcait, hogyan maradt talpon a viharban, nekünk, embereknek is, őseink, múltunk ismeret alapján sikerült kialakítani egészséges önazonosságunkat, helyünket és feladatunkat az életben. Ragaszkodnunk kell az igazság ismeretéhez, és meg kell emlékeznünk időről időre az értelmetlenül elhurcolt, megkínzott szeretteinkről. Az emlékező beszédet követően Bistei Attila egy mezőségi keservessel adózott az elhurcoltak emléke előtt. Fordulj, kedves lovan, napszentület felé, úgy se jövünk többet, soha visszafelé, messze földre megyek, elhurcolnak innen szép szülőhazámat, nem látom meg többet. Pálóczyné táború Irén Vörös Sándor Mária Siralma című versével az anyák, édesanyák fájdalmát idézte meg ihletett tolmácsolásban. Nem tudtam a búról, most a bú megölel, halvánsággal belehel. Jaj, nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, feketülő vérrel csombókos a hajad. A megindító vers után a kegyelet virágainak, koszorúinak elhelyezése következett.
Ezt követően Gocsáy Gábor nagy tiszteletű úr mondott áldást az odaveszettekért, utódaikért, népünkért, nemzetünkért. Örökkévaló Isten, áld meg az elhurcoltak utódait, gondolunk azokra, akik távol nyugszanak, hol sírjaik domborulnak, unokákot le nem borulhatnak. Így te áld meg az emlékezőket, áld meg ezt a várost, áld meg a te népedet, áld meg népünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az emlékezés a szózat hangjaival ért véget. Áldjon vagy verjen szós kezem, mint élnem, élnem hallnod kell. Hajdunenes városa 2018-ban immáron 5. alkalommal csatlakozott a Kovács Szilvia karcagváros alpolgármester által útjára indított a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertje című programhoz. A városi verseny eredmény hirdetésére november 6-án délután került sor a Városháza dísztermében. Szépen rendben tartott kiskertek, konyhakertek, gyümölcsösök. Egykoron ez mindennapos dolog volt a családok életében, hiszen a konyhára való zöldséget, gyümölcsöt ezek a kertek biztosították. Mára nagyot fordult azonban a világ, és vissza kell tanítani a jövő nemzedékét mindarra, mit is jelent a kertművelés, hogyan is kell ezt jól csinálni. Mindezen célokat szolgálja a Kovács Szilvia karcag alpolgármestere által elindított Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos mozgalom, amelyhez városunk idén már 5. alkalommal csatlakozott, és amelynek díjátadó ünnepségére november 6-án került sor a Városháza dísztermében. A megjelent vendégeket Szólád Tibor polgármester úr köszöntötte, és méltatta a résztvevők és szervezők önzetlen munkáját. Köszönöm azoknak, akik pályáztak, és azt gondolták, hogy fontos az, hogy a környezetük az hogyan néz ki, és hogy milyen rend van körülöttünk. Ugye sokan mondják azt, hogy amilyen rend van belül bennünk, olyan rend van körülöttünk is, és nyilvánvalóan a szép környezet az alapvetően nem csak önmagunk számára fontos, hanem a közösségünk számára is fontos, hiszen egészen más elmenni egy olyan településre, ahol az ember azt látja, hogy rend van, ahol tisztaság van, ahol sok mindenre odafigyelnek az ott lakók, mert fontos számukra a környezet, vagy biztos voltunk már olyan környezetben, ahol nagyon lepusztult környezetben, nagyon lelakott környezetben laknak az emberek, oda azért nem megyünk olyan szívesen. Én abban bízom, hogy nálásan egyre több olyan kis szeglete van a településnek, ahol erre minél többen odafigyelnek. Reszegini Kálai Anikó, a program helyi koordinátora, egy rövid kis visszaemlékezéssel kezdte, hogyan is indult 5 évvel ezelőtt ez a program. Felkerestem néhány kertművelőt, és a dőlőket járva csodálatos zöldséges kerteket, zárt kerteket láttam. Sikerült is egy-két kertgazdát bevonnom így a programba. Majd összeállt a szakmai zsűri, akikkel ellátogattunk önökhöz 2 alkalommal. Számszerűsítettük a növényféléket, találkoztunk ritka gyümölcsfajtákkal, és szakmai tanácsokkal járultunk hozzá önök munkáihoz. Nem tették ezt másképp azon a 370 településen, akik szintén a program részesei voltak ebben a mezőgazdasági évben. Ebben az évben 12 versenyzőnk volt, balkon kategóriában, normál kert kategóriában, amely 50 négyzetméter fölötti kertméretet jelent, ezen kívül zárt 2, ez pedig gyümölcsös kategóriát, zárt 3 kert kategória, zöldség és gyümölcs, tehát vegyes kert kategóriáról beszélünk. A versenynek szigorú szabályai vannak, amelyek mind egy irányba mutatnak. A természetes anyagok használatához, azaz egyfajta ökogazdálkodás felé. A verseny célja természetesen az, hogy ugye a kertművelő embernek a tudását, szakmai munkáját elismerjük, és ez csak úgy működik, ha ők is folyamatosan tanulnak. A tanulással
tulajdonképpen a program tanítja ezeket a versenyzőket, mert évről évre más a programnak a célja, a megnevezése. Ebben az évben a Riolit Tufa került előtérbe, és nyilván mindig előtérben van az is, hogy vegyszermentes gazdálkodást folytatjunk. És egy alapvető követelmény, aki vegyszereket használ, annak rendelkeznie kell növényvédelmi naplóval is. És ha ez nincs, akkor a versenyből akár még kizárható. Tehát ők díjazásra, jutalmazásra ebben az esetben nem jogosultak. Idén több nevezés is érkezett a közösségi kert kategóriában, meséli Anikó, ami igen örvendetes és reményekre jogosító dolog, mivel itt már jelen vannak a fiatalok is, gyermekek is, egészen óvodáskortól, és úgy tűnik lesz kinek átadni a tapasztalatokat, tudást. Példamutató a Hajdunánási Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szorgos kezű gyermekeinek, Hajdunánási óvoda Eszterlánc tagintézményének, Hajdunánási Református Egyházközség idősek otthona és szociális gondozási központjának a munkája. Gondoskodnak arról, hogy ne legyenek elhagyatott műveletlen kertek, szó szerint megtöltik a kerteket élettel. A gyerekek részt vesznek a talajművelés munkafázisaiban, veteményezésben, palántázásban, öntözésben. A beérett zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket közösen takarították be. A gyerekeken keresztül ezáltal eljutnak a szülőkhöz, a családokhoz, munkahelyekhez azok az információk, amelyek ezen változásokat, szemléletváltásokat kezdeményezik. Az óvodákban és az iskolákban ültetik el azokat a magokat a kisgyermekekben, amelyek gyümölcsei talán majd csak évek múlva fognak beérni. Valóban az idősebb korosztály az, aki még ezt a kertművelés hagyományait őrzi, ápolja, és igyekszik átadni az utódok számára, de példamutatóan járnak el az óvodások, a lakásotthonosok, itt is ugye gyerekekről beszélünk, ők pedig próbálják átvenni az idősek által hallottakat, és a saját maguk is tapasztalataik alapján próbálkoznak ebből építkezni, és a kis zöldséges kertjeiket gondozni. Az idei kertszemlék során készített kisfilm megtekintése után következett a díjátadó, ahol a következő kategóriákban hirdettek eredményt. A normál kert kategóriában harmadik helyezett lett Varga Lajos. Gratulálok! Köszönöm, sok sikert! Ugyanebben a kategóriában második helyezést ért el Máró Józsefné Juliska. Juliska néni kezdettől fogva résztvevője a versenynek, és egyben a legidősebb tagja is, mondja programkoordinátor asszony. A legidősebb versenyzőnk, és valóban 5. éve csatlakozott ő is a programhoz, minden elismerésem az övé, erőn felett teljesít, dolgozik és hatalmas kertet művel, példamutató számunkra munkája. A normál kert kategóriában a dobogó képzeletbeli legfelső fokára ezúttal Szabó Sándorné állhatott. Köszönöm szépen! A zárt kert 3, azaz zöldség és gyümölcsös kert kategóriában 2 második helyezés született. Zsíros Imre és Mózsár Zsigmond érdemelték ki a zsűri elismerését. Ebben a kategóriában első lett Gyöngyösi Éva és Karcagi Zsolt. Sok sikert kívánok! Tehát egy terrautót kívánok! Az két ember. Gratulálok! És itt ismét meg kell jegyeznem, hogy ebben a kategóriában szintén országos díjatokról beszélünk. Komposztáló. November 12-én ők fogjuk a Pestre díjátokat. A közösségi kert kategória győztese ismét a Hajdunánási óvoda Eszterlánc tagintézménye lett, csak úgy, mint az elmúlt évben. Gratulálok, fiatalok! Csak pacsit! Sziasztok! Gratulálok, nagyon ügyesek! Idén próbáltunk arra azon gondolkozni, hogy mi az, amivel bővíthetnénk további tapasztalataikat a gyerekeiknek, milyen új ismereteket hozhatunk be. Folyamatosan gondozzák a csoportok, beosztjuk, hogy melyik csoport mikor melyik tevékenységbe vesz részt. Természetesen a nagycsoportosok vannak legjobban bevonva, óvodának van kiskapálya, kisgerebje, mindenféle nekik megfelelő méretű szelszámokkal szoktak segíteni, illetve a megtermelt zöldségeket
együtt fogyasztjuk el természetesen. Sóskát ettünk rengeteget, epret, borsót, retket, ezeket vagy az udvaron megmosjuk és itt fogyasztjuk el, vagy pedig hozzátársítjuk a 10 óraihoz. Szintén elismerésben részesült a már említett görög-katolikus gyermekvédelmi központ hajdunánási csapata is. Szerintem igaza van Marikának ebben a sok érdekes dologban, hogy a paradicsomot, a paprikát, meg az ilyeneket, hogy kell gondozni, mert a gyerekeknek is ez nagyon jót tesz, hogy most például, hogy a paprikát, például, hogy én valamit nap kikapáltam, és akkor Marika néni, és akkor megharagudott rám egy kicsit, de utána megtudtam, hogy még volt az, mert utána segítettem, és így a gyerekek is tudják. Szintén elismerő oklevelet vehettek át a református idősek otthona és szociális gondozási központ kertészkedő idős lakói is. Józsi bácsi! Parancsolj! Marci bácsi! Tiszteletes úrkérte, egy fényképerejék, tessenek beállni, jó? Tessék! Mint megtudtuk, a verseny első helyezettjei tovább jutottak az országos döntőbe. A szakmai zsűrinek a javaslata alapján kerültek ők, és így 2018. november 12-én Budapestre kerülnek a Herman Otto intézményben, lesz nekik az átadó ünnepségük, és valójában zárt kert kategóriában és normál kert kategóriában sikerült országos díjra jelölnünk két versenyzőt, Gyöngyösi Éva és Karcagi Zsolt, aki zárt kert hármas kategóriában, és Szabó Sándorné, aki már visszatérő versenyző, ő pedig a normál kert kategóriában juttatott országos díjra. Bízunk benne, hogy a versenyzők által megálmodott és meg is valósított kiskertek elnyerik majd az országos zsűri tetszését is, ám ami ennél is fontosabb, hogy példájuk nyomán újabb és újabb kerttulajdonosok váljanak szereplőivé ennek a nagyon szép programnak. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával valósult meg az a projekt, amelynek keretében felújították a református általános iskola és óvoda szabadtéri pályáját, így a diákok ezentúl egy modern, műanyagborítású kézilabda pályán sportolhatnak. Több mint egy éve áll kapcsolatban a református általános iskola és óvoda a Magyar Kézilabda Szövetséggel. A hajdunánási református egyházközség tavasszal kötött megállapodása értelmében elkészült az iskola új, műanyagborítású sportpályája, melynek ünnepélyes átadására november 7-én került sor. A megjelenteket Szabóné Martéva intézményvezető köszöntötte, és ismertette a pálya megvalósításának részleteit. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a hajdunánási református egyházközség iskolán fenntartója sikeresen pályázott a Magyar Kézilabda Szövetséghez iskolánk sportpályájának felújítására. Hálás szívvel köszönjük a pályázat benyújtását támogató helyi segítséget Polár Sándor elnök úrnak és Szólár Tibor polgármester úrnak. A nyár folyamán a régi pálya helyén egy modern műanyagborítású kézilabda pálya valósult meg. Ezt követően nagy tiszteletű Gacsáy Gábor református lelkipásztor imádságát hallgatták meg az egybegyűltek. Háladással köszönjük meg néked, Urunk, életünket, egészségünket és azt, hogy íme református általános iskolánk udvarán és csodálatos pályára léphetünk rá. Focizhatunk, kézizhetünk, szalaggálhatunk, itt lehetünk, együtt lehetünk, és ebben a közösségben egymásra figyelhetünk, jó értelemben versenyezhetünk is, szerezhetünk gólokat, dicsőséget a te nevedre és magunk épülésére. Olá Sándor, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a Hajdunánás SK elnöke, beszédében elsősorban a pálya fontosságát emelte ki. Én úgy gondolom, hogy a város, az iskola, az egyház gyarapodik ezzel a pályával, és bízom benne, hogy ahhoz, hogy minél egészségesebb gyerekeket tudjunk felnevelni, hozzájárul mind a mindennapos testnevelés segítéséhez, mind a órákon kívüli foglalkozásokhoz. A szalag elvágásában és a jelképes átadásban Szólár Tibor polgármester úr is segítkezett.
Az iskola kézilabda szakkörös tanulói léphettek először a műanyag borításra, majd a hatos vonalra felsorakozva néhány dobással avatták fel az új kaput. Azon iskolák számára, akik ebben a programban részt vennek, a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati lehetőséget biztosított kültéri kézilabdapálya felújítására. A mi pályánk is bizony felújításra szorult, nagyon régen, több évtizede nem volt felújítva. Végtelenül hálásak vagyunk a helyi kézilabda szövetségnek, illetve hát a helyi kézilabdát képviselő Mánási uraknak, Olá Sándor elnök úrnak, aki elnök úrnak, helyi elnök úrnak, aki a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja is. Polgármester úr is inspirálta ezt a lehetőséget, hogy pályázzunk, tehát ezért is nagyon, nagyon nagy szeretettel mondunk köszönetet. És a Hajdonánási Református Egyházközség iskolánk fenntartója benyújtotta ezt a pályázatot, és így nyertük el ezt a 25 millió forintos felújítási lehetőséget, amiben teljesen megújult iskolánk sportpályája. Azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a gyermekek életének részévé váljon a mozgás. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a gyermekeknek a sportolási lehetőséget. Mi ugye keresztény iskola, a lelki neveléssel is sokat törődünk, de nagyon fontos, hogy a testi nevelés mindig is a keresztény iskolákban fontos szerepet töltött be. Ezért is vagyunk hálások fenntartónak, hogy 2010-ben egy nagyon szép tornatermet épített számunkra, ahol valóban megfelelő szinten tudnak a gyermekeink sportolni, a különböző versenyekre készülni, és most pedig a Magyar Kézilabda Szövetség ezt a sportpálya felújítást is biztosította számunkra, amiben a gyermekeinknek a folyamatos edzést, a versenyekre való készülést tudjuk segíteni. Nagyon fontos, mert a gyermekeket hát bizony autóval viszik a szülők az iskolába, tehát fontos, hogy az iskolákban az öt testnevelés órán a megfelelő tárgyi feltételek biztosításával a gyermekeket edzésre neveljük, az egészséges életmódhoz feltétlenül kell. Egyre több lehetőség adott ahhoz, hogy a tanulók már egészen fiatalon megismerkedjenek a sporttal, a kézilabdával, a mindennapi mozgással. Ennek kapcsán adódik a kérdés, mennyiben segítheti ez a városban működő kézilabda egyesületek tevékenységét. Mindenképpen segíti, hisz maga az a rendszer, amit igazgatónő is említett a kisiskolás bajnokságban való szereplésnek, hogy az a elsődleges szerepe, hogy mozogjanak a gyerekek, megszerettessék a kézilabdát, nem teljesen egyesületi forma és nem olyan edzésszámmal még, mint ahogy a egyesületekben dolgoznak, de ezekből a gyerekekből is későbbiek folyamán remélhetőleg az egyesületek tudnak profitálni, és megszeretve ezt a sportot, válaszva a későbbiek folyamán akár igazolt versenyzők, és később akár ténylegesen élversenyzők is lehetnek belőlük. Az új sportpálya megépülésével egyre szélesedik a sportolási lehetőségek tárháza általános iskolai szinten, és remélhetőleg a diákok a jövőben ebből profitálnak majd. Ne gyújtsa, gyűjtse címmel indított országos kampányt szeptemberben a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. A kampány célja, hogy arra ösztönözzék az embereket, ahelyett, hogy a hulladékokat elégetnék, gyűjtsék azokat szelektíven. A Hajdunánási Hivatásos Tűzoltóság munkatársai november 6-án lakossági fórumon szóltak a hulladékégetés káros és sok esetben veszélyes következményeiről, illetve egyéb fontos tűzvédelmi szabályokról. Ehhez hasonló rémálma sokunknak lehet, ami bizony néha valósággá is válik. Hogy mindez ne történhessen meg, a Katasztrófa Védelem összefogva a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT-vel már a fűtési szezon elején országos kampányba kezdett Ne gyújtsa, gyűjtse szlogennel. Ennek volt része az a lakossági fórum is, amelyet november 6-án tartott a Városháza dísztermében a helyi hivatásos tűzoltóság. Az előadásokban kiemelten esett szó arról, milyen nagy károkat tud okozni a különféle háztartási hulladékok tüzelő berendezésekben, kályhákban, tűzhelyekben való elégetése. A
katasztrófa védelem oldaláról. Ez azért fontos, mert elmondható, hogy országosan minden ötödik lakástűz kéménytűzből keletkezik. Ami azt jelenti, hogy sokan a szemetet is a fűtőberendezésben akarják elégetni, illetve ott szeretnének tőle megszabadulni, és nyilván egy PET palack az nem vészel égetés során, csak átalakul, mégpedig a kéményben lerakódás formájában jelenik meg. Ez a lerakódás olyan mértékű lehet, ha valaki két hétig ilyen szeméttel tüzel, annyi lerakódás kerül a kéménybe, mint egy átlag időszakban, egy egész fűtési szezonban, ha valaki fával fűt. Ami azt jelenti, hogy ez a lerakódás meggyulladhat, kigyulladhat, és így kéménytűz alakulhat ki, amelyből nyilván utána akár egy lakástűz is keletkezik. Főként vidéken, családi házakban gyakori, hogy minden háztartási hulladékot a tűzhelyben vagy más tüzelőberendezésben égetnek el, főként a mérhetetlen mennyiségű műanyagpalackokat, zacskókat. Ki tüzelőhíjával, ki pedig csak a szemétszállítás megspórolása okán. Nagyon sok helyen próbáljuk ezt a kampányt elmondani, iskolai előadásokon, ahogy a mai nap lakossági fórumon, és van egy ilyen úgynevezett rászorultak irányában egy ilyen túránk, és akkor próbáljuk azokat a területeket feltérképezni, ahol olyan rászoruló emberek élnek, ahol tényleg sokszor fűtés céljából dobnak olyan dolgokat a fűtőberendezésekbe, amely akár ilyen lerakódásokat okoz. Nyilván ami legfontosabb, és ez tény, hogy nincsen fűtőért. Tehát ezeknek a műanyag palackoknak ebből nincsen semmi fűtő érték, tehát teljesen felesleges fűtésre használni. Ami még gyakori szokott lenni, hogy inkább a szemét szállítást szeretnék ezzel kiváltani, és akkor azért rakják ezeket tűzre. Mint az előadásokban is elhangzott, nagyon sok lakástűz keletkezik nyílt lángoktól, azaz tűzhelyen felejtett ételektől, gyertyáktól, mécsesektől. A halottak napja, illetve a Minden Szentek a megyében két temető tűzzel zárult, tehát két helyen volt az a megyében, hogy egy mécses a száraz avart kigyújtotta, és egy kisebb terjedelmű szabadtéri tűz alakult ki, amelyhez a kollégáim vonultak. Ami most előttünk vál az adventi időszak, a gyertyagyújtás, itt is szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy felügyelet nélkül ne hagyják úgy a gyertyát, illetve olyan helyre helyezzék el, amely gyújtott gyertyát, amely alatt nem egy könnyen éghető anyag van. Tehát egy asztalterítőre, vagy egy valamilyen szallagra, vagy egy száraz koszorúra nem biztos, hogy célszerű ráhelyezni az égő gyertyát. Advent karácsony idején ma már színes izzók milliárdjai világítják meg a lakásokat, ingatlanokat. Ezek egy része azonban szintén okozhat tüzet, főként ha nem vagyunk elég körültekintőek a beszerzésnél. Ezeknél is keletkezhet általában meghibásodás után tűz. Fontos azt figyelni, hogy ami gyanúsan olcsó, vagy nem szakembertől vásárolt égősoraknál, nagy bűnszűséggel valami gond lehet azért olyan olcsó, gyanúsan az ára. Tehát fontos erre figyelni, hogy olyan dolgokat vigyünk be a házunkba, amiben megbízunk, és biztonságos helyről vásároltuk meg ezeket. Illetve ne terheljük túl a hosszabbítókat, a konnektorokat. Lakástüzek megelőzésében nagyon fontos a kémények évenkénti sepretése. Mint ismeretes, e tekintetben az elmúlt két évben történtek változások, most éppen legutóbb ez év januárjában. Idén januártól változás történt, mert nem sormunka keretében történik az ellenőrzés, hanem a családi ház lakás tulajdonosának kell megrendelni ezt a szintén ingyenes szolgáltatást. Mi mindig azt javasoljuk, hogy a fűtési szezon előtt legalább évente egyszer, de a legjobb az, hogyha kétszer is megnézik a fűtőberendezéseket, a kéményseprő leellenőrzi, hogy minden megfelelő-e, ha esetleg lerakódás van, akkor azt ingyen kitisztítja, és akkor így elkerülhetőek a problémák, tehát akár, ahogy mondtam, lerakódásból adódó kéménytűz, vagy egy szénmonoxid mérgezés is. Abban nem változott viszont az a idei évvel, januárjával, hogy a lakásokban még most is kötelező jelleggel járnak a kéményseprők, tehát a társasházakban, illetve azokon az épületeken, amelyek székelyként vagy telephelyként vannak bejegyezve, oda is kötelező jelleggel fog menni a kéményseprő. Az előadók mindegyike felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy a lakásokban legyen füstérzékelő, ami számtalan anyagi emberi tragédiát megelőzhet. Ilyen füstérzékelő eszközt ajándékoztak Molnár Imrének is. Ez a Ne gyújtsa, gyűjtse kampány lehetőséget adott arra, hogy a megyében
közel 100 rászorultnak füstérzékelőt tudjunk átadni, amiben nagy segítségünkre volt a megyében több karitatív szervezet is, akikkel fel tudtuk venni a kapcsolatot, ők megadták a hozzájuk tartozó személyeknek az elérhetőségét, és így hívtuk be őket most a lakossági fórumra, az egyik családot, aki most átvette ezt a füstérzékelőt. Erről az érzékelőről tudni kell azt, hogy egy olyan területre kell betenni, ahol igazság szerint a konyha is közel van, az élettér is közel van, tehát hogy általában egy nappali mennyezetére szokták felhelyezni. Nem kell bedugni sehová, tehát ez egy ilyen elemmel működő füstérzékelő, és nagyon hamar jelzést ad. Tehát egy elektromos tűz esetében, vagy ahogy korábban említettem, egy konyhai tűznél nagyon hamar ad jelzéseket. Ez nappal általában otthon vagyunk, érezzük mi is az illatát, viszont éjszaka nagyon nagy jelentősége van, mert egy korán felismert lakástüzet, ha mi eloltunk, vagy ha még mi nem is, de a kollégáim olyan hamar a helyszínre tudnak menni, hogy meg tudják menteni a házat. A tűz az ember barátja és ellensége is egyben. Csak rajtunk múlik, melyik arcát mutatja. Ha betartjuk mindazokat a szabályokat, amelyekre már őseink is figyelmeztettek, miszerint tűzre vigyázzatok, talán megelőzhetőek az emberi tragédiák, amikor egy gondotlan mozdulat, egy elhanyagolt kémény semmivé teheti egy életmunkáját. Szent Dömötör napján már megtartották a hagyományos számadást a Kenderes kertben, egy szimbolikus ünnepi behajtás keretében. November 3-án azonban elérkezett az igazi behajtás ideje. Kétnapos út végén szombat délután érkezett meg az a 130 szürke marha, amelyet a tiszacsegei legelőkről hajtottak a gulyások a hajdunánási tégli szállásukra. A jószágok másfél nap alatt tették meg a 70 kilométeres távot, a város határában igazán különleges látvány volt, ahogy a keleti főcsatorna partján bandukolnak a szürke marhák. Majd némi pihenő után a keleti főcsatorna görbeházi hídján át vonultak az állatok és hajtóik a Kenderes kertbe, ahol igazán bőséges takarmánnyal várták az állományt a gondozók. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai nánási krónika eddigi témái. Az elhurcoltak kegyeleti emléknapján az 1944. november 3-án a megszálló Vörös Hadsereg katonái által Málenki robotra elhurcolt hajdunánási honfitársainkra emlékeztünk. Idén is versenyeztek a legszebb konyhakertek városunkban, a nemes versengés eredmény hirdetésére november 6-án került sor a Városháza dísztermében. Kültéri kézilabdázásra alkalmas sportpályát adtak át a Református Általános Iskolában. A fejlesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Kézilabda az iskolában programja segítségével valósult meg. Ne gyújtsa, gyűjtse! A tűzmegelőzési feladatokra és az élet védelmére fókuszál a katasztrófa védelem és a hulladékgazdálkodási társulások közös országos kampánya. Hazatért a Kenderes kertbe az a 130 szürke marha, akik a nyarat a tiszacsegei legelőkön töltötték. A tekintélyes állományt másfél napos út során kísérték haza gondozóik. Értéket az értékért. A Bocskai Korona színházbérletnek köszönhetően november 10-én újra a színház varázslatos világába léphetünk. Órától a Kéki Lajos Művelődési Központ színpadán egy klasszikus operettet láthatnak és hallhatnak nem csupán a bérlettel rendelkezők, hanem mindazok, akik jegyet váltanak az előadásra.
Élő zenekarral követhetjük nyomon a Csókos asszony jól ismert történetét, és mindeközben a népszerű dallamok, a szerelmi bonyodalmak, a profi színészi játékok önfeled szórakozást ígérnek minden korosztály számára. Várjuk Önt is szeretettel! Most pedig kérem, tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Pályaválasztási nyílt nap a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban. Ismét nagy sikert aratott a Sláger Express csoport dalestje. Borbé Lajos nevelőt tisztelegve kézilabdáztak fiatalok és idősebbek a Somorjai László városi sportcsarnokban a hétvégén. November 7-én és 8-án zajlott a hagyományos pályaválasztási nyílt nap a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban az általános iskolák végzős növendékei számára. Az érdeklődő diákok és szülők részletes betekintést kaptak a gimnáziumban folyó magas szintű oktatásról, a választható tagozatokról, illetve az oktatást szolgáló korszerű eszközökről és rendszerekről. Óraközi szünet a Kőrösiben, a folyosón diákok nyüzsögnek. Megszokott látvány, ám a gyerekek egy része még csak lehetséges növendék, hiszen éppen annak a nyílt napnak a résztvevői, amelyet az iskola már sok-sok éve megszervez minden tanév őszin. Ezek a nyílt napok idén november 7-én és 8-án zajlottak. A vendégdiákokat, szüleiket, kísérőiket az iskola Ercsei termében Dér Balázsné Dobinci igazgatónő köszöntötte, és mutatta be az ősi gimnáziumot, az ott folyó magaszintű oktatást, a körös is diák életet. Önök ti nagy döntés előtt állnak, álltok, hiszen el kell az dönteni, hogy a következő 4 évben hova menjen a gyerek, mit csináljon, mi lesz az az irányvonal, ami biztosan hasznára válik. Én 5 dolgot fogok elmondani arról, hogy mit gondolok annak érdekében, hogy egy jó gimnáziumban folytassa a gyerek tovább tanulmányait. És mindig el szoktam mondani, hogy én nagyon őszintén fogom elmondani, hogy egy gimnáziumi képzés azt jelenti, hogy közismereti tárgyakat teljes szélességében tanulják a gyerekek, és nem korlátozzák be őket abban, hogy 18 évesen, ha ne talántán, akkor a kristályosodnak ki, hogy mit is szeretne a gyerek tanulni, legyen lehetősége még mindig választani. Igazgatónő kitért az iskola egyházi jellegére is, hangsúlyozva, a hitoktatás nem kötelező. Református a gimnázium, és ez a közösség tartja is ezt, és ennek szellemében, de nem kötelező jelleggel folyik itt a munka. Egy olyan közösségben élünk és dolgozunk, amelyben valóban azokat az alapelveket kívánjuk érvényesíteni és erősíteni, ami az egymás felé fordulást, a szeretettel való odafigyelést jelenti elsősorban. A diákság ezután már az éppen kiválasztott órákra indult, és volt részese sokféle tanórának, ahol a valóságban is meggyőződhettek arról, hogyan is zajlanak például az idegen nyelvi órák, mire fektetnek nagy hangsúlyt. Ezen a papíron találunk 2 olyan komoly nyelvtant, ami a 12. évfolyamnak is már a nyelvtana. Mi ezt átismételtük tavaly ezeket a dolgokat, tehát mi ezeket átvesszük sokkal hamarabb, mivel a nyelvvizsga a célunk, hogy minél hamarabb tudjanak a diákok nyelvvizsgát tenni. Indítjuk hagyományosan a nyelvi emelt képzésünket, ami azt jelenti ugye, hogy angol és német nyelvet hirdetünk első idegen nyelvként. Az angolosok 24-en, a németesek várhatóan 10 lesznek. Habt ihr Katzen zu Hause? Ja. Wie viele Katzen hast du? Nur eine? Okay, wer hat zu Hause? Mint igazgatónő mondja, meglepően nagy érdeklődés övezte a természettudományos tantárgyakat. És akkor itt betetszik lépni az eszibe, belépsz a 9B-be, mivel mi a 9B-sek vagyunk, és itt 2 darab, egy mappa és egy állomány van. Az állomány az nem szükséges, mert ki van nyomtatva neked az utasítás. A
források a mappában találhatóak, átmásolod a saját mappádba, én az asztalra teszem meg, és akkor a nyolcadikosoknak kell a segítség. A másik osztályunk az általános tantervű képzés, ami ugye az egyik fele általános gimnáziumi képzésben részesül, a másik fele pedig emelt óraszámú informatika képzést tanul. Nagy öröm számunkra, hogy a természettudományos tárgyak voltak a úgymond slágerek az idegen nyelvi órák mellett, hiszen nagyon sokan voltak például matematika órán, de nagy volt az érdeklődés az informatika órán is, ahol a gyerekek, a nyolcadikos gyerekek részt is vettek a foglalkozáson, és ők maguk is kipróbálták a szövegszerkesztést, hogy ilyen szinten ezt már hogyan kell csinálni, de népszerűek voltak az angol, német és a francia órák is. Teltházas érdeklődés volt az öveges labor kémiai bemutató óráján is, ahol az égés különféle rejtelmes formáiba avatta be a vendégdiákokat, Kállainé Laufer Erzsébet. Ősember, hogy jutott üzet? Egy gyors kérdés. Pattintott, kőpattintással, így van, vagy két fát összedörzsölt, összecsiholt. Hát a tömény kénsavval azért ugye úgy pucérkézzel nem barátkozunk, tehát egy gumikesztyűre azért szükségem van. Kicsavarom az üveget, és megcseppentem ezt a varázsport a töménykénsavval. Nézzük meg, hogy látunk-e valamit. Történik-e valami? Csomót fogok föltekelni hurkapálcára, és akkor kérek egy segítséget. Lehetőleg a látogató diákokból, lányok, egy vállalkozó kedvű leányzó. Én is hozzához a varázsporhoz. Aha. Jó? Nagyobban, jobban fújok. Erősebben. Oké, megvagyunk. Hagyományosan szoktunk látványos kísérleteket mutatni a nyolcadikosoknak, hiszen a partneriskolai kapcsolatok révén nem minden gyerek jut azért el az öveges laborba, és akkor itt nem csak kémiai, hanem fizikai kísérleteket is megnézhettek, sőt ki is próbálhatták, és részesei lehettek ennek is. Természetesen kíváncsiak voltunk a diákok szülők véleményére is, mit gondolnak a kőröséről, az itt folyó oktató-nevelő munkáról. Sok szülő saját tapasztalat alapján hozta gyermekét a tájékoztatóra, mint például Pál Norbert polgárról. 24 éve én ide jártam, úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy 24 év után is, tehát milyen benyomást tesz rám a gimnázium. Akkor még ipari szakközépiskola is volt, én mint gépésztechnikus tanultam itt. Az érdeklődők között volt olyan is, akit a kiváló sportolási lehetőség közelebbről a kézilabda hozott ide. Laskovicsék Nyírbátorból érkeztek. Tetszik az iskola nekem, mint szülőnek, de a gyerek fog dönteni. És a kézilabda ugye nekünk nagyon fontos, mert a mozgás az a félegészség. Ahogy most így bejöttünk, tetszik, hogy ilyen jó tágas, meg hogy több ugye nyelv van, francia is van, az is érdekel, így megvett most így elsőre. Igazgató nő tájékoztatójában kitért arra is, hogy a körösében sem csak és kizárólag a tanulásból áll a diák élet. Számtalan szabadidős programot is kínálnak az egész tanév során. A programok között mindenképpen meg kell említeni, ami visszatért, és ennek nagyon örülünk, az a gólyatábor. A 9-eseinket a nyár végén, augusztus utolsó hetében 3 napra az osztályfőnökök és a kísérő tanárok elvitték, hogy könnyebben történjen meg a beilleszkedés a gimnáziumi életbe. De emellett ugye a hagyományos rendezvényeink hosszú-hosszú sorát tudnám felsorolni, de nagyon örülünk, hogy újra működik az irodalmi színpad, az énekkarosaink nagyon szépen szerepelnek, ők például az őszi szünetben a Nagyenyedi Testvériskolában voltak 3 napot, és ott töltötték az őszi szünetük egy részét. A nyílt napok nem titkolt célja minél több diákot bevonzani, akik megfelelő, erős alapok után 18-19 évesen már egy szinttel feljebb tudják majd folytatni tanulmányaikat. 360 éves nagymúltú iskola, ami kötelez bennünket többféle irányba is, és az egyik pontosan az, hogy értelmiségi gyerekeket neveljünk továbbra is, és lehetőleg mindenki találja meg azt a pályát, ami egy jó nevű, erős képzést adó gimnázium után valóban a szíve szerinti.
Én nagyon bízom benne, hogy a két meghirdetett osztályunk a négy évfolyamos képzésben elindul. Ugye most 34 fős az általános tantervű osztályunk, a nyelvi specen kevesebben vannak. Ez mindig nagyon sok tényezőtől függ, de én azt gondolom, hogy a nyílt napoknak az az egyik legnagyobb hozadéka, hogyha a gyerek már eljön. Itt most sok szülő is volt. Betekintést nyer az iskola életébe, látja, hogy hogyan folyik a munka. Akkor azt gondolják, hogy itt valóban azok a gyerekek, akik komolyan veszik a továbbtanulást, a 80%-uk ide fogja beadni a jelentkezést első helyen. Nagyszabású zenés gálaestet rendezett a Hajdunánási Sláger Express csoport a Művelődési Központ színház termében, ahol örökzöld dallamok és jól ismert slágerek csendültek fel a csoport tagjai és a meghívott vendégművészek előadásában. A rendezvény most is nagy sikert aratott a hajdunánási közönség körében. Hol senki se lát, ott bújnál el, ott adnád fel minden reményed. Hol senki se lát, mint tenél már, ki meg megáll, tovább lépni már. Egy operett és örökzöld slágerekben bővelkedő estére invitálta a hajdunánási közönséget a Sláger Express csoport november 3-án. A nagyszabású gálaesten a csoport tagjai mellett több hagyományőrző egyesület és neves vendégművészek is a színpadra léptek, többek között Király Valéria énekes is. Egyrészt a hajdunánási kötődésű művész meghívása adta az apropóját a több műfajt is felvonultató gálaest megszervezésének. Ez év február végén Dorogon Király Valiék felléptek a dorogi csapattal, az Akácos úttal, és ott jártunk, és polgármester úrral beszélgettünk, és szóba került, hogy hát igen, hogy Király Vali Nálmási születésű, és itt ért sokáig, és hogy meg kellene hívni Nálmásra is, mert egy nagyon jó műsort csináltak, és így bízott meg engem polgármester úr ezzel a feladattal. A Sláger Express énekesei több helyi művészeti csoportban is tevékenykednek, melyek szintén meghívást kaptak az estére. Egy nagyobb műsort szerettünk volna csinálni, és ugye akik úgy közelebb állnak hozzánk, ugye sok helyen, több helyen vagyunk tagok, már így maga a Sláger Express tagok is több helyen, tehát a Tóni és a Sárga Rózsák is például egy része nálunk énekel, aztán az NNT-be is mi is tagok vagyunk, onnan is vannak tagok, tehát ilyen átfedések vannak a csoportok között, és ugye akik így közel vannak hozzánk, azokat meghívtuk. A gálaest szervezői néhány évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy egy énekes csoportot alakítva lépnek színpadra kedvenc slágereikkel. Én 2016 óta vagyok a Sláger Express csoport tagja. Engem egy színésztársam invitált ebbe a csoportba, mégpedig ezt meg is tudom nevezni, őt Laci bácsinak hívják, és az a valóság, hogy ez az indítatás már gyerekkor óta részt vállal tulajdonképpen az én életemben, mert hogy van művész a családban, vagyis volt, mert sajnos elhunyt az édesapám, és mikor kicsi gyermek voltam, én a 60-as, 70-es évek tánzal fesztiváljain nőttem föl, és én nagyon szerettem ezeket az előadókat, Kovács Katit, Harangozóterit, Kós János, Szécsi Polit, és még sorolhatnám, és most a Harangozóteri dalokat adtam elő a mai este folyamán. Ebből hallhattak a kedves nézők, kedves hallgatók két dalt, és természetesen más dalokat is szeretünk, nem csak a régi slágereket, hanem a mai slágereket is, de miután Sláger Est volt ennek a címe, illetve nagyon sok műsorunknak a címe a sláger jegyében zajlik, inkább a régi slágerekhez nyúlunk vissza. A csoport tagjai számára nem csak kikapcsolódást jelent az éneklés és a színpadi szereplés. Tulajdonképpen ez is egy önkifejezés, azon túl, hogy
Én egy elég dalos pacsirta vagyok, mert hogy én tanítottam is éneket, tehát alapvetően pedagógus vagyok, azon túl népművelő vagyok, tehát én nagyon sok csoporttal is kapcsolatban állok, nem csak a színházzal, hanem dalos csoportokkal is, illetve más jellegű művészeti csoportokkal, de talán itt találom meg főként azt a közeget, ahol igazán jól érzem magam a színházon kívül. Szeretném bejárni a földnek minden zegzugát. Ezernyi ismeretlen széppel vár a nagy világ. Vár a nagy világ. Szeretnék ismerni sok embert, szerezni új barátokat, hajóval átszelni a tenger, s megmászni az Alpokat. A Sláger Express tagjai már a csoport megalakulása előtt is tevékenykedtek valamilyen művészeti csoportban. 2016-ban csatlakoztam én is ehhez a Sláger Expresshez. Más csoportokban is vagyok, a Tóni és a Sárga Rózsákban táncolok, cigánytáncot, és onnan Pogácsás Antal a vezetőnk invitált, hogy szeretünk mulatni, táncolni a Nánás Jenenté csoportjába, és énekelek magyar nótákat, és a slágeret azt meg imádom, mert nagyon szeretem. Én inkább a mostani slágereket hozom jobban ide a közönségnek. Most is például egy Desperado számot énekeltem, és egy Autcsillától egy számot, és hát inkább én ilyen gyorsabb kivitelű számokat, tehát én nekem ez áll hozzám közel jobban, és nagyon szeretek itt lenni, mert nagyon jó kis csoport. A vezetőnk is nagyon, nagyon, nagyon szeretünk ide járni, és ezeket a régi slágereket, vagy az újakat is felemelíteni, és reméljük, hogy jó szórakozást nyújtunk a közönségnek. Gyere és álmodd az álmunkat újra, csak nézd rám és fogd a kezem. Bánok már mindent, és nagyon fáj itt bent, ez az egész nekem. Hát gyere és álmodd az álmunkat újra velem. Természetesen egy ilyen nagyszabású gála estére való felkészülést hosszú hónapok kitartó munkája előz meg. Általában egy fél év eltelik, mert most is már nézegetjük a következő tavaszi előadásra a számokat. Varga Sándor játsza nekünk ezeket a slágereket, és akkor nézegetjük, hogy na most ez kinek lenne jó, ezt kipróbálnám meg elénekelni, jó az egyéniségéhez, ez illik-e hozzá, hiába mondjuk, hogy ez nagyon jó, de nem biztos, hogy azt el tudom énekelni, el tudom adni, mert azért a sláger, ezt elő is kell adni, nem az, hogy csak elénekeljük, hanem az egy igazán átélni, meg átérezni, kicsit mozogni is kell hozzá, és akkor kiválasztjuk, és utána kettőt, hármat, négyet is, és akkor a végére kiderül az, hogy ebből melyik kettő marad, amelyik azt mondom, hogy az tutira a színpadra lehet felvinni. És akkor ez így szokott zajlani. Így kiválasztjuk, és akkor hát vagy azt mondja Sanyi, hogy hát ez figyelj, nem, mert még ez nem jó, majd következőleg, és akkor amit úgy látjuk, hogy jó, akkor az teljes előbással minden hétfőn itt vagyunk, és akkor általában jönni is kell, mert az kell hozzá, hogy úgy fel tudjunk készülni, ahogy ezt elvárja a közönség. A Sláger Express csoport és minden fellépő számára nagy örömöt jelentett, hogy a műsorukat teltházas érdeklődés fogadta. Nagyon örültünk neki, mert hát az ritkán esik meg, hogy azért teltházas. Jó, lehet, hogy azért is volt, hogy nem csak sláger volt, hanem magyar nóta, operett, meg azért voltak nevesebb sztárok, de reméljük, hogy nem csak azért, hanem hogy ez egy jó kis műsor. Hát gondolom, volt, aki azt mondta, hogy több sláger is lehetett volna benne, ők nagyon szerették volna, de ez most így sikerült, de nagyon örültünk neki, és nagyon reméljük, hogy máskor is így lesz majd. A gálaest fellépői voltak a hajdunánási csoportok énekesei mellett a hajdudorogi Akácos út nótaklub is. Oh, awesome.
Az est zenei repertoárjában tehát jól megfértek a nóták, a sanzonok, a modern dallamok és a népszerű operett slágerek is. Mindenki, amivel foglalkozik, abból hozott egy kosárral, úgymond, hogy megmutassa magát, és ebből állt össze. Hát Valikáék pedig mindent, az operától kezdve magyar nóta operett, tehát ők minden műfajba szerette volna, hogy a nánási emberek úgy lássák, hogy az utóbbi időben ő azért nem tétlenkedett, hanem azért sokat fejlődött, mióta itt járt szerintem. Nagyon sokat. Király Valéria természetesen nem csak egyedül lépett színpadra ezen az estén. Király Valika a férjével jött, Kokas Lászlóval, aki egyben tanára is volt, és Hegedűs Valér zongoraművésszel, aki egy kiváló zongorista, mint ahogy láttuk is, akik itt voltunk. Az operettől az operáig ők mindent bemutattak. Hát Valika nagyon készült erre a műsorra, azt mondta, hogy kétszer annyi időt szánt körülbelül rá, mintha máshova mennek fellépni. Tehát ő a nánásiaknak nagyon meg akarta magát, vagy magukat mutatni. Erdőszélen nagy a zsivaj lárma, erdőszélén esőszék a cigány bajtorma. A nagy sikerű gálaest után a Sláger Express tagjai már a következő fellépésre készülnek, melyen szintén valamilyen újdonsággal szolgálnak majd a hajdunánási zeneszerető közönségnek. Tavasszal, áprilisban szeretném, ha ez összejönne, egy zongorás, tehát egy ilyen bárműsort, hogy 100 zongora kíséri az énekeseket, és ilyet szeretnék. Most 2 zongorista is volt itt szombaton, valamelyik őket majd felkérjük, aki elvállalva jobban szerintem. A Sláger Express tagjai és a hajdunánási énekes csoportok elhivatottsága és lelkesedése pedig garantálja, hogy a következő slágerestén is egy hasonlóan színes és szórakoztató műsorral várják majd a közönséget. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a hajdunánásról elszármazott korábbi kézilabdázók a sportág helyi képviselőivel együtt újra pályára lépnek, és megmérkőznek egymással a Borbély Lajos emléktornán. A rendezvényt eredetileg generációs kézilabda találkozó néven indította maga Borbély Lajos. Halála óta azonban az ő nevének állít emléket ez az esemény. Borbély Lajos, a város sport életében nagy szerepet játszó egykori testnevelő tanár nevét őrzi az az emléktorna, amelyet november 3-án bonyolítottak le a Somogyai László városi sportcsarnokban. Az esemény lényege nem a versengésben rejlik, sokkal inkább a játék élvezetéről, a baráti beszélgetésekről, a múlt felelevenítéséről szól, hiszen számos hajdunánási születésű, ám jelenleg már az ország más területén élő korábbi kézilabdázó tér vissza városunkba. Az idei rendezvényen a helyi aktív sportolókat a hajdunánás KSE felnőtt csapata és ifjúsági korosztályának néhány játékosa képviselte. 8:30 környékén találkoztam kint a hajdunánási köztemetőnél. Aki el tudott jönni, nagyon szép számmal megjelentek nagyon sokan, és egy virággal és egy perces néma főhajtással próbáltunk emlékezni az ő munkásságára és az ő mi voltjára, hiszen ő emberként is és tanárként is azt gondolom, hogy meghatározója volt mindannyiunk életének. Nyilván itt az idősebb generációra gondolok, hiszen akit még most végzett ugye az iskolában, ő azok a gyerekek már nem nagyon ismerhették az ő tevékenységét, mint tanárember, de mint magánember lehet, hogy találkoztak vele többen is. Sokadik generációs kézlabdatornát rendezzük már meg idén. Az eredeti koncepció Lajos bácsi találmánya, vagy hát az ő ötlete alapján született meg. Ha jól emlékszem, igen, akkor elsős vagy másodikos gimnazista lehettem, amikor kitalálta, hogy
hogy egy nagyon jó ötletnek vélte azt, hogy a régi generációs generációk kézlabdásait egy napra összerendezni, és akkor egymáson egy jó kis kézlabda napot tartani. És azt hiszem, hogy én voltam középiskás, amikor ezt legelőször megtartotta, és akkor még Lajos bácsi volt ugye ennek a rendezvénynek a fő szervezője. Ugye hát Lajos bácsinál rengeteg kézlabdás nevelkedett fel úgy a középiskolában, úgy akár egyesületi szinten is. És nagyon, szerintem egy nagyon megható dolog az, amit ő kitalált, és ezt az emlék, vagy ennek az ötletnek próbálunk kicsit hagyományát teremteni most, hogy ő már eltávozott közülünk. Nagyjából egy olyan 50-60 fő tudott most eljönni erre a találkozóra, és korosztályokra osztottuk be a csapatokat, akik most végeztek, tehát 0-tól 5 évre végzettek, úgymond 6-tól 10-ig, és így tovább, és a 25 pluszosok, és ebből sikerült kialakítanunk egy 5 csapatot, és mindenki játszik mindenki ellen. Nyilván, hogy az esélyeket kiegyenlítsük, próbáltuk az idősebbeknek egy picit kedvezni, amiben már én is beletartozok, úgyhogy a 25 fölöttieknek a gólja 3-at ér, akik 10-15 éve végeztek, az ő góljuk 2-t ért, és nyilván a fiatalokért csak egy gólt ért, úgyhogy így próbáljuk egy picit az esélyeket kiegyenlíteni. A Hajdúnánásról elszármazottak is szép emlékeket őriznek az itt töltött évekről, és meleg szívvel gondolnak vissza az emléktorna névadójára. A Lajos bácsit nagyon-nagyon szeretem, a mai napig többször eszembe jut. Szerencsére úgy tudom élni az életem, hogy majdnem minden nap sportolok, és minden nap áldom a Lajos bácsit, hogy megtanított engem a sport szeretetére. Meg általános iskolás koromban kezdtem el járni hozzá a gimnázium csapatába, és úgy megtanította nekem a sportot és az körülvevő dolgokat, hogy mindig emlékszem rá, hogy mit kaptam tőle az életben, ami sokszor segített nekem, és hogy nagyon örülök, hogy tudtam eljönni a kupára, sajnos a múltkor nem tudtam, és hogy emlékezni tudunk rá közösen, és hogyha most lát minket, akkor biztos ő is boldog, mert fantasztikus, milyen kézilabda világot teremtett Hajdúnánáson. Nagyon szuper érzem magam, találkozom olyan emberekkel, akikkel régen nem találkoztam, és kibeszéljük, hogy mi történt az elmúlt években a városban, a kézilabdában, családban, mindenhol. Fantasztikus érzés, remélem többször is megrendezésre kerül. Nagyon nehéz megszólalni, mert tolulnak az emlékek az ember fejében. Elsősorban az eszembe, hogy neki köszönhetem, hogy testnevelő tanár lettem, és jelenleg is ezen a pályán vagyok, mellette edzősködöm, és nagyon jó itt a régi cimborákkal, osztálytársakkal, kézlabdástársakkal találkozni. Nem győzik abba hagyni a beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon szétszedettünk az országban, a világban, és jó ilyenkor egy picit megállni ebben a rohanó világban. Egyrésztről, másrésztről, ami pedig fontos a Borbély Lajos tanárunknak az emlékét ápolni. 1, 2, 3. Harasz! Hát mindig nagyon jó hazajönni Nánásra, én azért már elkerültem lassan 20x éve, és nagyon jó találkozni a régi csapattársakkal, a generációkkal, tehát ez egy hatalmas élmény szerintem mindenkinek. A tanár úr ugyebár a testnevelési órák emblematikus figurája volt, tehát én a gimnáziumból ismerem Lajos bát, utána amikor elkerültem Nánásra, akkor természetesen sokszor találkoztam, tehát ő szeretette velem meg a kézilabdát. Tehát Lajos bá a kézilabda és az emberi nevelés az emlékei értelemben a mai napon előjött. A helyi sportéletben tevékenyen résztvevők életében is egészen különleges és meghatározó személy volt Borbély Lajos. Én csak jó emléket tudok őrizni Lajosról, a tanáróról, aki 78-tól 82-ig volt nekem a testnevelő tanárom, utána meg büszkén mondhatom, hogy a barátom volt. Teljesen haláláig tartottuk a kapcsolatot, nekem különleges kapcsolatom volt vele, mert szinte barátként majdnem minden évben találkoztunk többször is, megbeszéltük az emberi dolgokat, illetve azokat a szakmai dolgokat, amiket nekem tanított. A kézzelben, amit tudok tulajdonképpen, azt tőle tanultam. Én nagyon jól érzem magam, pedig még az elején járunk. Öröm látni, hogy azok az emberek, akik több mint fele, aki itt van most jelen pillanatban, annak való edzője voltam. A többieknek megtársa voltam, és barátja, kézlabdatársa, bár én már nem kézlabdálok ugyan, de öröm mégis látni ezeket az embereket. Nagyon-nagyon fontos számomra, hiszen nem most volt, mikor 1978-ban beléptem a középiskola kapuján, és a labdarúgás mellől csábított el a kézilabda irányába. Ő mutatta meg igazán a sportágnak a szeretetét, a sportág iránti alázatot. Aztán az évek múltával, amikor már a felnőtt csapatban játszottunk, akkor edzőnk volt. Többször utaztunk vele, többször beszélgettünk vele, nagyon jó emberi kapcsolatba kerültünk vele, úgyis, mint diák és tanár, később úgyis, mint tanár és tanár. Aztán neki az ötletéből vezérelve megpróbálta
azokat a játékosokat összegyűjteni egy éve, öt évente, akik az ő csapataiban szerepeltek. Sajnos ez később most már Borbély Lajos emléktornának hívják, de alapjába véve ez egy tisztelet tanár úr iránt, mind a játékos társak felől, mind a kézilabda iránti alázatból, mind abból, amit tőle kaptunk abba a intervallumban, még a középiskolában tanultunk, illetőleg, amit később a magánéletben is egymás mellett folytattunk, töltöttünk. Én már itt most öregnek érzem magam, hiszen azért jó pár év eltelt az érettségi óta, de nagy öröm találkozni ezekkel a srácokkal, vagy azokkal a srácokkal, akik szerepeltek akár a tanár úr csapatába, akár később évek múltán a hajdunánás, akár ifjúsági vagy utánpótlás csapataiba, vagy a felnőtt csapataiba. Nagyon jók a mérkőzések, hiszen egymás ellen játszik akár tanár, edző, tanítvány, rokon, ismerős, barát, és a végén gondolom majd, mikor vége lesz a tornának, akkor még egy jó kerekasztal beszélgetésen mindenki elmondja önmagáról, hogy hogyan tudta megvalósítani önmagát az életbe, de mondom, mindenképpen egy nagy sikerű szervezés, aminek gondolom lesz folytatása is. A kellemes hangulat a torna zárásáig kitartott, és a generációs csapatok a mérkőzéseket követően egy ízletes pörköltet is elfogyaszthattak. A folytatásban alig, hanem minden jelenlévő reménykedik, és kevés esély mutatkozik rá, hogy a közeljövőben megszűnik a hagyomány. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Az elhurcoltak kegyeleti emléknapjának estéjén az 1944. november 3-án a megszálló Vörös Hadsereg katonái által Málenki robotra elhurcolt hajdunánási honfitársainkra emlékeztünk. Idén is versenyeztek a legszebb konyhakertek városunkban, a nemes versengés eredményhirdetésére november 6-án került sor a Városháza dísztermében. Kültéri kézilabdázásra alkalmas sportpályát adtak át a Református Általános Iskolában, a fejlesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Kézilabda az iskolában programja segítségével valósult meg. Ne gyújtsa, gyűjtse! A tűzmegelőzési feladatokra és az élet védelmére fókuszál a katasztrófavédelem és a hulladékgazdálkodási társulások közös országos kampánya. Hazatért a Kenderes kertbe az a 130 szürke marha, akik a nyarat a tiszacsegei legelőkön töltötték, a tekintélyes állományt másfél napos út során kísérték haza gondozóik. Az általános iskolák végzős növendékeit és a szülőket várták a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hagyományos pályaválasztási nyílt napjára. Lelkes közönsége volt a Sláger Express csoport őszi gála estjének, ahol a házigazdák mellett több meghívott énekes csoport produkcióját tekinthette meg a hajdunánási közönség. Az est vendégművészei Király Valéria és Kokas László énekesek voltak. A Somorjai László városi sportcsarnokban idén ismét megrendezték a Borbély Lajos generációs emléktornát, amelyen baráti hangulatban kézilabdáztak a városi férfi kézilabda korábbi és jelenkori képviselői. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!